nem lesz Covid 2022-ben. Magyarországon már a nyáron sem lesz. Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Covid osztályon nyilatkozott arról, hogy már biztosan nem lesz negyedik hullám. Negyedik hullám nem lesz? Hát negyedik kétharmad, na az nem lesz! Gulyás Gergely a Kormányinfón újabb szigorításokat jelentett be, az oltatlanok további diszkriminációban és korlátozásokban részesülnek, a Mi Hazánk pedig tüntetést tart az Alkotmánybíróság előtt, mi is kijöttünk és meg fogjuk nézni, hogy mi az embereknek a véleménye a kritikátlan oltásbarát politikáról. Gyertek velünk! Üzenet akár a tűzoltók felé, akik most ugye elbocsájtást szenvednek el. Tartod azt a táblát, hogy ki fogja eloltani a tüzet, hogyha oltatlan tűzoltókat kirúgják? Hát a táblát az internetről van, de ez megfogalmazódott bennem is, a többiekben is. Természetesen én azért jöttem ki, tehát két nagyon fontos oka van, miért jöttem ki. Hát először is én vagyok a rendvédelmi kabinetnek az elnöke, a Mi Hazánknál. Tehát kutyakötelességem, hogy itt legyen másodszor. Szintén kutyakötelességem az összes rendvédelmi dolgozóért kiállni, mert azt tudni kell, hogy ilyen pillanatban törvényileg nagyon sokat, tehát nem tudnak nagyon sokat tenni. Magyarul nem tüntethetnek, nem nagyon vehetnek részt ilyen rendezvényen, mert azzal fenyegetik őket, hogy kirúgják. Tehát ezért én úgy gondoltam, hogy mind a tűzoltó, mind a rendőr, mind a büntetésvégrehajtás bajtársaimért kiállok és odaállok az első sorba. Arra most tudunk satszolni, már lehetett ilyen adatokat olvasni, hogy ez most hány rendvédelmi dolgozót érinthetnek, mennyi oltatlan lehet a rendvédelmi dolgozók között? Pontos számot nem tudok mondani, százalékot tudok mondani. A rendvédelmi dolgozóknak a 30%-a jelen pillanatban nincs beoltva. Na most ez egy óriási problémát vetít előre, nem akarok itt ilyen medvex világot előre jósolni, de a jelenlegi, a szervek által hivatalosan is bevallott 5%-os létszámhiány van, amit én nagyon erősen megkérdőjelezek, mert az én felméréseim szerint, illetve a szakszervezetek felmérése szerint 10%-os a létszámhiány. Na most, hogyha ez a 10%-os létszámhiányhoz még hozzájön, a jelenlegi 30%-ból csak a fele nem fogja felvenni az oltást, vagy csak elmegy 10 hónap fizetés nélküli szabadságra, ez nagyon egyszerű matematika, ez azt jelenti, hogy körülbelül 20-25, de lehet, hogy 30%-os létszámhiány fog fellépni, és azt gondolom, nem kell senkinek mondani, hogy mi lesz akkor, hogyha nem lesz elég börtönőr, aki őrizze a csibészeket, nem lesz elég tűzoltó, aki kimenjen a tüzet eloltani. Ugyanannak tudom, hogy lesznek olyan honfitársaim, aki örülni fog, hogy nincs annyi rendőr az utcán, de gondolom ezt mindenki, minden józon gondolkodású magyar ember be kell, hogy lássa, hogy a közrend fenntartásához megfelelő létszámú személyállományra van szükség, és ha nem lesz, akkor ezekből nagy bajok lehetnek, főleg az országnak azokban a térségeiben, amik igen erősen fertőzöttek, mármint bűnözésileg, és akkor természetesen arról sem feledkezzünk meg, hogy ott vannak még a honvédeink, akiket ez ugyanúgy érint, és a határt, a kerítést azt őrizni kell, mert mit láthatjuk, a kerítés magában nem elég. Élő erőre van szükség, ahol napi szinten a honvédeink és a rendőreink állnak helyt. Mert valójában mi is az, amiért mi itt vagyunk? Olyan alapvetés miatt vagyunk itt, hogy egy tanár azt taníthasson. Hogy egy orvos, egy ápoló az gyógyíthasson. Hogy a szociális dolgozó gondoskodhasson rólunk. Hogy a tűzoltó tüzet olthasson, a rendőr vigyázhasson ránk, a honvéd megvédhesse a hazát. Azért vagyunk itt, hogy működjön az állam. Mert Magyarország miattuk működik. Nem a kormánypropaganda, és nem az oltás miatt. Nekik jár a köszönet! Még a legkeményebb diktatúrában sem erőltettek rá mindenkire mindent. Amit most előkészítenek, az az emberi történelem legsötétebb diktatúrája, ami, mint általában a diktatúrák, mindenkire csapást fognak mérni. Hölgyeim és uraim, keressék a hiteles embereket, és kerüljék a hazug médiát. És ne felejtsék, ennek a rendszernek van egy-egy gyenge pontja. Ezek mi vagyunk. Ébresztő Magyarország, ébresztő magyarok!
mi ellen gyűjt éppen aláírásokat, ami aznak ne legyen kötelező a Covid-oltás? Így van, pontosan. Hát amiről szólt a rendezvény tulajdonképpen, hogy ne legyen kötelező a Covid-oltás, így van. És akkor ezért jöttetek ki, mert ezt elutasítjátok, vagy valami más? Elutasítjuk, csak nem tudunk a kötelező tétellel egyet érteni. Szóval itt nem elutasításról van szó, hanem arról igazából, hogy szeretnénk, hogy mindenkinek szabad, szuverén döntési joga legyen arra vonatkozóan, hogy szeretné felvenni ezt az oltást, szeretne evel élni, vagy sem. Szóval igazából ezért jöttünk ki. Sajnos a rendezvénynek a végére sikerült ideérnünk, mert kicsit későn tudtunk elindulni, mert dolgoztam. Most értünk ide 4 órával ezelőtt. Szerintetek milyen következménye lehet arra a magyar gazdaságnak, hogyha kirúgják a munkahelyekről az oltatlanokat? Hát nyilván beláthatatlan, vagy olyan következményei lehetnek, ami esetlegesen a funkciókat, az adott szegmensnek a funkcióit negatív irányban be fogja folyásolni. Valószínűleg tartom, hát ez, illetve, hát ez egyenes következménye lehet ennek a dolognak. A kormány most már azt mondja, hogy aki nem oltakozik, az ne is egyék. Most már nem a vírus az ellenfél, hanem az oltatlanok lettek a veszélyforrás. Ők azok, akiket megbélyegeznek, akiket mindenhonnan ki akarnak szorítani. A Mi Hazánk mozgalom közösség elleni uszítás miatt feljelentést tett a kormány kommunikációja miatt. Mi a véleményed a kormány járványügyi intézkedéseiről? Hát én ezt abszolút egy elrontott döntésnek tartom. Én azért jöttem ki, mert tehát én Tatabányára jöttem, Héregről, egy kis faluból, ott a feleségem van, illetve a 2,5 éves gyerekem, sajnos a feleségem nem tudott kijönni, pedig nagyon szívesen jött volna. Én azért jöttem, mert nagyon támogatom ezt a helyzetet, ami most megoldásra szorul. Tehát ez nonsense, hogy megkülönböztetnek embereket, és miközben azzal vádolják Torockai urat, hogy ő különböztet meg embereket, ezt csinálja a kormány velünk, úgymond oltatlanokkal, és ezt én elfogadhatatlan tartom. Nincs védettségi igazolványa, ezért Orbán Viktor szerint közellenség. A Mi Hazánk mozgalom kormányfőjelöltje, Magyarország egyetlen oltatlan miniszterelnök jelöltje, Torockai László. Magyar honfitársaim! Köszöntelek benneteket! Teljesen oltás ellenes vagyok. Én már átestem a Covid-on szerintem legalább 3-szor. Én ezt az erőltetett oltást teljesen elmebeteg dolognak tartom. Mi lesz ennek a következménye? Mi lehet a megoldás akkor? Itt most sokféle ötlet elhangzott hozzád. Melyik javaslatál a legközelebb a megoldások közül? Társadalmi ellenállás. Tehát aki mondjuk az állását félti, én azt üzenem neki, hogy akkora munkaerőhiány van, hogy biztos, hogy benne lehet válogatni, lehet találni más állást, ott olyan munkahelyet, ahol nem követelik meg ezt a kötelező oltást. A magyarok tudják, mi az az ellenállás, úgyhogy nemzeti ellenállás, honfitársaim, fel a győzelemre! Ha kötelező lenne mondjuk a határőröknek, mindenkinek, akkor hogyan alakulna a migráns helyzet, ugye ott most a fegyveres és a rendvédelmi testületeknél be fogják ezt vezetni? Hát, szerintem tragédia lesz rövid időn belül. Tehát hatalmas nagy probléma, ezt a média elhallgatja, ezt nem lehet tudni sehol. Én látom, én tudom, a rendőrség nem nyilatkozhat. Nagyon rövid időn belül el fog pattani a cérna, azt gondolom. Azt is mondta Magyarország miniszterelnöke, hogy az oltás golyóálló mellény, mindannyian vegyük fel, lepattan róla a vírus. Kijöttem a rendezvényre, mivel úgy vélem, hogy a folyamatok eléggé rossz irányba fajulnak, vagy zajlanak. Ezért úgy gondoltam, hogy így tehetem meg a legtöbbet, például a kötelező oltások ellen. A hatalom el akarja venni a saját szabadságát minden egyes embernek, hogy a saját állama támad rá a magyar népre. Nem hagyjuk! Ez volt 2006-ban is, és ez van most is. Nekünk természetes volt akkor is, hogy a magyar emberek mellé állunk, megvédjük a szabadságukat, az igazságukat, és ezt tesszük most is. És ha a parlamentbe kerülünk, ott is ezt fogjuk tenni. Állítsuk meg együtt a Covid-diktatúrát! Ez főleg politika, kevésbé egészségügy. Fizessenek azok, akik új világrendet akarnak már megint. Ismerjük az új világrendet. Fizessenek azok,
akik profitálnak a Covid diktatúrából. Fizessenek a gyógyszeripari cégek, fizessenek a vakcinagyártók, fizessenek a multik, fizessenek a bankok, fizessenek a kaszinó tulajdonosok, fizessen mindenki, aki kimutathatóan dúsgazdaggá vált, mint a nagy tech óriások ebből az egész Covid diktatúrából. Ha mi ott leszünk 4 hónap múlva, akkor így fogjuk visszapumpálni a pénzt a magyar költségvetésbe, hogy őket fogjuk majd megadóztatni a magyar emberek helyett. Ez a megoldás. Programokra, szórakozó helyekre nehezebben jutok be, csak kocsmázni tudok menni, koncertekre nem tudok menni, nagyobb egyetemi rendezvényekre se. Pedig haverok azért mennek. És amikor a gyermekeink sírva közlik velünk, hogy apa, anya, én akarom az oltást, mert nem akarok kiesni az iskolából, nem akarok megbukni, le akarok érettségizni, na akkor már nem tudunk nevetni ezen a morbid, őrült helyzeten. Mert nagyon nehéz lesz a mi helyzetünk, szülők helyzete. Fiatalok körében hogyan látjátok, milyen a megoszlása az oltás felvételek, illetve a diszkrimináció elutasításának? Hát eléggé változó az oltásokat, sokan nem szeretik túlságosan, de sokan felveszik, mert készítve vannak rá, akkor mehessenek ugye egyetemre, kollégiumba, iskolában, ami ugye fontos az életben mindenkinek. Így hát azért valaki felveszi kényszerből, de egyáltalán nem akarja, és nincsen rendje egyáltalán, szóval ezt az oldal kéne lennie mindenkinek, hogy akkor ezt eldönthesse saját magának. Akkor az egyetemeken most milyen hátrányban részesül, csak egyet-kettőt tudunk mondani, hogy milyen megkülönböztetésben részesülnek most a hallgatók, akik nincsenek beoltva és nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Hát még csak annyi, hogy akkor a kollégiumban nem mehetne be ugye az oltatlanok, de most még később, kötőkére ki lesz még később. Most még csak ennyi van, de később még simán lehet azt, hogy akkor be sem mehetek már az órákra sem, hogyha ez majd egyszerű. Így lesz. Nálunk például az egyetemünkön, ott nem vehetnek részt olyan programokon, akik egyébként a tanulás szempontjából fontosak lennének, vannak ilyen rendezvényeink is, oda például nem mehetnek, gólyabára nem mehetnek el, tehát nálunk már az ilyenek nagyon megjelentek, illetve már felröppentették azt is, hogy már nem is mehet be órára az, aki nálunk már felröppent ilyen hírként. Remélem, hogy ez nem fog megtörténni. Üzenjük Orbán Viktornak, hagyják békén a gyerekeinket! Mi fog történni a választásokon 2022-ben? Én úgy gondolom, hogy adnak nagyon nagy az esélye, sőt, én biztos vagyok benne, hogy be fogunk jutni a Magyarország gyűlésbe. Bízom benne, hogy a lehetőségekhez mértel a lehető legerőteljesebb százalékkal be fog tudni jutni a mi hazánk. Hát majd meglátjuk. Hát remélem, hogy be fog jutni a parlamentbe, sőt, biztos vagyok benne, hogy be fog jutni. Én mindenképp, és a feleségem rá fog szavazni. Mire számítasz a 22-es választásokon? Mi hazánk. Mindenképpen én a mi hazánkra fogok szavazni.